Pöröc Máté elmondta, az intézmény fókuszba állítja a környezetvédelmet nem csak ezeken az alkalmakon, hanem a mindennapi tevékenységeik során is. Az épület rendben tartása is prioritás. Ez úgy gondolom, hogy nem állhat meg ott, hogy kívülről jól néz ki az ingatlan, le van festve, új lépcső van, igyekszünk itt a virágládákat is gondozni, kezelni. Időnként bizony körbe kell menni és össze kell szedni sajnálatos módon mások után a szemetet. A Teszed mozgalomhoz a Szekszárdi MCC már második alkalommal csatlakozott. Örömmel mondhatom, hogy a diákjainkat nem kellett túlságosan noszogatni. Az ingatlan és a közeli lakótelepek környékét tisztogatták a diákok, de az oktatási intézmény nem áll meg itt a szemétszedési akcióknál. Külön kurzus van 5. osztályos fiatal tehetségprogramot látogató diákjaink részére, ami a környezettudatossággal foglalkozik, illetve a középiskolások részére is többször életre hívtunk már olyan jellegű klub délután foglalkozásokat, amik a környezettudatos gondolkodással foglalkoznak. És itt még megemlíteném azt is, hogy az MCC-hez tartozik az úgynevezett klímapolitikai intézet. Az a tapasztalat, hogy a tanulók a hétköznapokba is be tudják építeni a környezettudatos életmódot. Abszolút figyelnek arra, hogy akár a szemetet szelektíven gyűjtsék, tehát jó példát hoznak otthonról, jó példát hoznak az iskolából, és úgy gondolom, hogy ez az iskola, illetve a mi intézményünk falain kívül is tapasztalható az ő köreikben. Kandi Levente tanuló az otthoni szokásaikról mesélt, ők még esővizet is gyűjtenek. Szoktunk egy olyan kukát tartani, amiben műanyagot gyűjtünk, egy papíros kukát, és még egy ilyen, ahova például a koszos zsebkendőket dobjuk, amiket már nem lehet máshogy felhasználni. A területet hamar meg tudták tisztítani az esemény résztvevői. Ha mindenki beépíteni ezt a jó szokást az életébe, akkor egy tisztább, egészségesebb földön élhetnénk.